Vörösmarty Színházban megtartott ünnepségen köszöntőjében Cserpalkovics András polgármester kiemelte, az 1996-tól minden május közepén megrendezett kettős rendezvénysorozat a Fehérvár köszönti katonáit már a szép hagyománnyá vált. Katonaembert és mögötte a katona családot köszöntjük mai nap. Külön öröm, hogy két év szünet után a hagyomány nem szakadt meg, csak felfüggesztésre került a járvány miatt, és folytatni tudjuk. Folytatni tudjuk, mert így minden évben remélem a következő esztendőkben is hagyományainak megfelelően lesz lehetőségünk arra, hogy ez a város kifejezze köszönetét. Különösen fontos ez ebben az esztendőben, hiszen két nagyon szép évfordulót is ünneplünk. Város alapításának 1050. évfordulóját és az Aranybulla Fehérváron történő kibocsátásának kerek 800. évfordulóját. A városvezető beszédében hangsúlyozta, Székesfehérvár katonaváros, de ez nem lehet pusztán üres szlogán, a városnak kötelező együttműködnie katonáival, mert a múlt tapasztalata, a jelen és a jövő történései erre predesztinálják. Ennek a városnak a történelme sem volt elképzelhető, és a jelene és a jövője sem a katonaszervezetek és katonaemberek, valamint katonacsaládok nélkül. Ez a ma este, ez róluk, önökről szól. Tiszteletadás. Tiszteletadás, amire a Covid-járvány előtt is bőven volt okunk, emlékezzünk csak a békemisszióban szerepelt szolgálatot töltő katonákra, a téli határ védelmére. Mind a kettő nagyon fontos, és közvetetten és közvetlenül a mi biztonságokat is szolgáló katonai feladat. Ráadásul ez nem csak volt, hanem van, és ahogy látom a világ folyását, itt marad ez a jövőben is velünk. A gálán a Honvédség és Társadalom baráti körök képviseletében adták át a szervezet legrangosabb elismerését, a Gyurica gyűrűdíjat. Az idei évben dr. Francsics Ottó nyugállományú rendőrezredesnek, a Honvédség és Társadalom baráti kör Hevesi Rendőrmúzeum elnökének és Nagy György tanárnak, a Sárospataki baráti kör elnökének adta át az emlékgyűrűt Varga József nyugállományú ezredes a szövetség elnöke és Görög István nyugállományú ezredes alelnök. Míg a Sipos Gyula díjat, a város által alapított elismerést Topor István ezredes, a magyarországi NATO erőket integráló elem parancsnoka vehette át. A gála esten Ruf Tamás őrnagy vezette székesfehérvári helyőrségi zenekar adott nagy sikerű koncertet, amelyen Fehér Adrián, Jónás Andrea és Szomor György is közreműködött. Majd jött az est meglepetése, a karmester színpadra szólította Benkő Tibort, az ügyvezető honvédelmi minisztert, aki vezérkari főnökként sokat tett a zenekarért, és megköszönve ezt, ajándékkal tisztelgett az egykori parancsnok előtt.